Ma két kisfilmet is vetítünk a Forog a kamerában, az egyik egy kísérleti kisfilm, a másik pedig egy novellát varázsol elénk, nem is akármilyen novellát, egy csák novellát. A filmek alkotója Antal Szilárd. Itt van velünk, üdvözöllek itt nálunk. Szervusz. Az első filmről beszélgessünk akkor, amit le fogunk vetíteni, ez a Precel. Ez a címe annak, amit én úgy hívtam, hogy kísérleti rövidfilm. Ez egy 4 perces kisfilm, amely hát gyakorlatilag bemutatja, hogy hogyan is dolgozik egy pékség, és hogyan is készül egy péksütemény, egy perec. Miért választottad ezt a témát? Elsősorban ez a megfogalmazás, hogy kísérleti film, ez teljes egészében pontos. Erre több ok is van. Az egyik az, hogy jó magam még mindig úgymond a régi iskolához tartozik, és annak a képviselőjeként élek és dolgozok, ami azt jelenti, hogy a film az film kell, hogy legyen. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy olyan világban, ahol TV reportázsnak tesznek spiccet, és ezt filmként kezelik, vagy különböző infrastruktúra nélküli és ötlet nélküli alkotásokat mutatnak be, mint filmet. Nekem ez, hogy mondjam, megalázó, nevetséges és szomorú. És azt gondolom, hogy nem feltétlenül fontos filmszallagra dolgozni, bár szerintem az az igazi. Lehet elektronikus kamerákkal, különböző jó minőségű fényképezőgépekkel, stb. Is dolgozni, de maga a hozzáállás, a gondolkodásmód az szerintem még mindig idézőjelben hagyományos kell, hogy legyen. A hagyományos az magába foglalja azt, hogy legyen téma és mondani való. És hogy ez pontosan legyen megfogalmazva. Na most én egy ilyen kitérést szerettem volna tenni ebben az egészben, hogy ez talán az első olyan kis rövid filmecske, melyet nem filmszallagra készítettem, mert az én kedvencem valójában a 16 mm-es film, aminek megvan a saját varázsa, és egy adott komolysága. Megpróbáltam fényképezőgéppel dolgozni, és azért kísérleteztem, a kísérlet tárgya valójában ez a film, és hogy milyen lesz a végeredmény. Számomra a végeredmény kicsit egy kis csalódást okoz, mert függetlenül, hogy úgy álltam hozzá, mint hogyha filmszalaggal dolgoztam volna, mégis olcsónak tűnik. Olcsónak és valahogy nem hitelesnek. De mitől hitelesebb, ha filmszalagra dolgozol? Más az egésznek a varázsa. Szóval a filmszalag az egy olyan elven működik, ahogy a mi szemünk is lát. Szóval van a fény, vagyis hát az a szenzáció, amit látunk, ami egy lencsén köröztül a sárga pöttyre vetítődik át, és ugyanez az elve a filmszalagon való képnek a rögzítésénél. A digitális technológiát mi nem igazán értjük, és ott a kép egy teljesen más módon képződik, mely lehet, hogy a végeredmény ugyanaz, de maga a hatása nem. Szóval mindig egy kicsit idegennek tűnik. Most itt nem arról van szó, hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb, mert itt két különböző dolgokról van szó. Szóval nem is becsületes összehasonlítani szóval most a filmet az elektronikával, mert az egyik is tud valamit, a másik is. Az elektronika végtelenül praktikus, olcsó, hozzáférhető és minőséges, de elvárni azt az autentikusságot, azt a varást, ami a filmből ered, azt szerintem nem is kell és nem is lehet remélni az elektronikától. Na most itt egy olyan kísérletet tettem, hogy megpróbálok árommal dolgozni, de én ebben nem vagyok megelégedve, szóval a tartalommal igen, de magával avval a kisugárzással, ami e filmből ered, avval nem.
Most azért van ennek a filmnek hangulata, míg ha te azt mondod, köszönöm, hogy jobb lehetett volna, ha szalagra megy. Minden esetre például az, hogy fekete-fehér. Gondolom, hogy ez egy tudatos választás. Miért választottad ezt? A fekete-fehér egy külön gondolkodásmódot von magával, szóval fekete-fehérben gondolkodni nagyon összetett, és nem olyan egyszerű, mint színekben. Szóval az ember nem lát fekete-fehéren, és a fekete-fehér az valójában egy technikai tökéletlenségnek az eredménye, mert hát ugye kémiai folyamat valamikor csak ilyen módon jöhetett létre a képnek a rögzítésénél. De ad egy külön varást, mely valahogy kiszűri a kevésbé fontost a fontostól, és úgy valahogy jobban lehet összpontosítani valójában arra a hangulatra, amit a színek egy kicsit valahogy, mint hogyha széthígítanának. Szóval az körülbelül úgy néz ki, hogyha zenét használunk egy filmben, a zene mindig csak egy emóciót emel ki, a többit pedig valahogy visszaszorítja. Így van ez a színekkel is szerintem. De itt van még egy ok, amely kevésbé bölcs, poetikus és művészi, az pedig az, hogy a színekkel dolgozni mindig igényel egy adott fajta kolorkorrekciót, mert elektronikus kameráknál igen nehéz néha kinivelálni és elérni azt, hogy az úgy nézzen ki, ahogy kell, hogy kinézzen. Úgyhogy ennek ilyen kicsit, hogy mondjam, praktikus és könnyítési okai is vannak. Most mondtad ugye, hogy ez egy kísérleti film, de azt azért végül nem árultad el, hogy miért egy pékség, tehát bármiről lehetett volna, miért egy pékség, miért a perec elkészüléséről van szó? Van egy, Bácskosút falván van egy pékműhely, ahol hagyományos módon sül a kenyér és a többi péksütemény, mely számomra egy olyan egzotikumot és olyan érdekes ambienst jelent, hogy ezt szinte kár lett volna nem rögzíteni, de főleg ennek a hangulatát, és azt az örömet, mely a végén a két kisfiam képvisel, akiknek a végeredmény a kezükbe kerül, ugye, és az éhes kis szájukba, akkor az valahogy azt az egész hangulatot, mely valójában szinte a pokolra emlékeztet, és az a kemencének az ajtaja, és szinte, mintha a pokolnak az ajtaja volna, szóval ebben a kontraszttal még szerettem volna kicsit kihangsúlyozni. Most ennek a filmnek szerintem nagyon fontos eleme a zene, a ritmusa. Nagyon érdekes hangulatot, vagy ilyen játékosságot fedezek fel benne. Jól látom, hogy ez egy meghatározó dolog volt? Tehát ez egy koncepció volt? Igen, szerintem. Hát másképp nem is lehetne. Én úgy híve vagyok a kockás filmeknek, szóval, hogy minden olyan kicsit ritmusban történjen, hiszen minden ritmus körülöttünk, a légzésünk is, a szívünk verése, a hang, szóval minden ritmusban történik, és akkor ezt hogyha az ember még felhasználja a saját belső meglátásának a kimutatására, akkor valójában valami eredményt is várhat el. Úgyhogy ez igen, mindennek megvan az oka. Jó, akkor most nézzük meg a Precel című kisfilmet, azután folytatjuk a beszélgetést. Thank you.
A Precel című kísérleti kisfilmet látták. Itt van velünk az alkotó, Antal Szilárd, akivel itt beszélgetünk. Nagyon érdekesen indult ez a film. Ugyanis az első kockákból nem derül ki, hogy miről van szó legalábbis. Tehát ilyen fokozatosan jutunk el addig, hogy kiderüljön, hogy mi egyáltalán egy pékségben járunk. Nekem először nem volt érthető, tehát nem tudtam, bárhol lehettünk volna, és bármilyen történetbe belekerülhettünk volna, és aztán jött egy gyufagyújtás, egy tak, és akkor derültek ki a dolgok. Hogy ezt így akartad, tehát ilyen titokzatosra venni a dolgot? Abszolút. Valójában úgy jól esik valójában ilyen gradáció féleképpen bevezetni a nézőt is, valami módon kis meglepetést okoz. Hát ez ilyen dramaturgiai, mit tudom én, ilyen kis, hogy mondjam, elvek szerint, de különben jó magam szerettem alkalmazni ezt, hogy bevezetem előbb a nézőt egy ambiensbe, és akkor az valahogy kifejlődik, de így mindig kicsit mindig fontosnak tartom, hogy legyen keretje, szóval szeretem ezeket az ilyen ciklikus, ilyen bekeretezett dolgokat, mely ugyanaz a kép az elején egyet jelent, és egy pár perces tapasztalat után mi mást látunk, szóval holott ugyanarról a káderről van szó. Ez így is volt, mert a végén is láttuk ugyanazokat. Igen. A helységeket, de igen, már más jelentettek, igen, a számunkra. Na most ezt a folyamatot, amit egy pék csinál, ezt ugye több szempontból láthatjuk, vagy hogy mondjam, általában inkább közeliket látunk, vagy pedig csak messziről a tésztát, vagy a perecet, vagy nem tudom. Miért nincs benne a pék? Itt nem a Pék bácsit és Pék nénit szerettem volna megfosztani attól, hogy nekik is teret. Tisztán csak szelektáltam. Rövid film, szóval rövid filmben nem férhet bele minden. Rövid film azért nehéz műfaj, mert mindig összpontosítani kell lényegre, és rövid időn belül kell eljutni egy olyan, vagyis hát kívánatos eljutni egy olyan emotív szintre, ahol az ötlet, hogy mondjam, megszülethet ugye a film nézés által. Úgyhogy semmi pretenzió, meg intenció, hanem ezt így tartottam, szóval az a mérték kérdése most, csupán annyi. Most aki még nem látott közelről egy pékséget, egy régi pékséget, mert ez egy régi fajta pékség, akkor az most itt megismerheti a folyamatot. Célja volt-e ez a filmnek, hogy így végül is folyamatában megmutasd, hogy készül egy sütemény? Nem igazán szerettem volna ilyen edukatív jellegű filmet készíteni, de maga ez a folyamat számomra igen érdekes, szóval ezt élőben is látni egy érdekes tapasztalat, hiszen a kenyérnek mély és fontos jelentősége van ugye az emberi civilizációban, úgyhogy amikor ezt közelről is láthatjuk, akkor ez így, hogy mondjam, egy érdekes tapasztalat, de sok mindent kihagytam, nem pont így néz ez ki, ezek csak ilyen szegmensek valójában. Ha edukatívat kellett volna csinálni, akkor azt másképp elemeztük volna. Most ugye mondtad, hogy a gyerekeid is szerepelnek a filmben, ők benne voltak a dologban, vagy hogy készült velük ez a film? Mert gyerekekkel nem olyan könnyű dolgozni, nem? Hát saját gyerekekkel könnyebb. Könnyebb. Együtt szoktunk menni venni kenyeret, együtt még úgy, hogy ők ott már valójában otthon érzik magukat, és szeretik. Az a jó benne, hogy látszik, hogy szeretik, hogy ezt élvezték egyrészt, úgy láttam én, hogy játéknak veszik, meg szeretik, úgyhogy ez egy plusz hangulatot adott az egésznek, egy ilyen, hát jó érzést, és az embernek kedve lett volna megenni egy perecet. Na most, azt akartam többek között megkérdezni, hogy a zene. Tehát nekem ez a zenei dolog tetszett a legjobban, hogy a képre vágtad, tehát zenére vágtad a képet, vagy fordítva? Hogy készült ez az egész? Általában a zenét magam készítem, vagy a saját ötletemre készítettem. Itt ebben az esetben magam készítettem. Úgy a
úgy a legegyszerűbb, hogyha a zene megvan, és akkor arra vágunk. De ez nem mindig lehetséges. Szóval néha szerencsésebb megoldás nézni a filmet, és akkor arra játszani. De mivel itt rövid formáról van szó, sűrűn kell vágni, kezelni a képet, akkor ebben az esetben már megvolt a zene, de ehhez készült zene, és akkor erre lett vágva. De itt mindig a végeredmény a fontos. Szóval, hogy hogy érünk el a végeredményig, az, hogy egy okos rendező mondta, a fekete mágia is csak a végén jó legyen a mű. Igen, csak mi a kulisszatitkokra is kíváncsiak vagyunk. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy még a mérleg is a ritmusra mozgott, volt egy ilyen kis ringása, és még az is, de meg ahogy a képek jöttek egymás után, tehát tényleg volt egy ilyen lendülete a dolognak, meg hangulata emiatt is, hogy ez a dinamika megvolt. Hát ha így volt, akkor én ennek nagyon örülök, szóval, hogyha van egy ilyen diagnózis, egy ilyen helyzetdiagnózis, akkor ez számomra teljesen szatiszfakció jelent. Milyen visszajelzéseket kaptál? Tehát gondolom, hogy már látták itt-ott. Nem sokan. Tekintsük ezt most premiérnek. Hoppá. Igen. Ez csak belső körökben volt alkalma mutatni, szóval ez még nem, valójában nem került napvilágra, de nem is volt ezzel különösebb intencióm. Szóval mondom, ez kísérleti film, mely ilyen pretenziómentes, szóval nem gondoltam én ezzel se fesztiválon föllépni, se forgalmazni, de örülök, hogy megoszthattam a nézőkkel is, hogy azért az a 4 perc, ha más nem, a kenyérsütési folyamatot kicsit közelebb hozhatta a nézőkhöz. Most több kapcsolódási pontot is látok a következő filmmel, amit majd még bemutatunk, a Winterrel. Többek között a zene, vagy a hangok, de nem csak az, hanem ugyanúgy meggyújtanak, vagy hasonló módon meggyújtanak egy gyufát. És a tűznek ott is, a péksüteménynél is, és a csátnovellánál is hát fontos szerepe van. Tehát a Winter című filmnél tényleg így, tehát úgy van, ahogy én mondom? Vagy? Igen, hát a Csát Kályha című novellája állítólag egyik első megjelentetett novellája, vagy az első munkái közé tartoznak. Szóval ezt megnéztem, 1907-ben írta. Hát akkor nagyon, nagyon fiatalon írta, ugye? De ennek ellenére egy nagyon-nagyon érett és nagyon hangulatos novelláról van szó, mely engem még annak idején, amikor olvastam először, azonnal megfogott. És én valójában ezt a hangulatot szerettem volna valahogy vizuálisan is megmutatni. Szerintem nem olyan sikeresen, és nem úgy, ahogy azt szerettem volna, de azért remélem, hogy valamennyire sikerült. Szóval mindig kicsit hálátlan dolog, főleg jó írókat, vagy jó műveket filmre, szóval más médiumba, más médium keresztül megmutatni. Szerintem itt is ez a példa, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy nem vagyok méltó éppen Csát világát most úgy elemezni, de hát mondjuk rá, hogy ez a saját meglátásom, saját szenzibilitásomat próbáltam ezen keresztül. Hogyne. Na most én szerintem a Csát képszerűen írt, és ez úgy azért kiáltott magáért, úgyhogy nem nagy melléfogás nem lehet, mert úgy írja meg ezt a történetet, ezt a novella úgy van megírva, hogy szinte látod magad előtt. Csát nagyon hálás, szóval Csát novellái, de Kosztolányának is elég sok novellái, szinte kis szinopszis, kis forgatókönyvek mindjárt. Szóval ami ezt illeti, nagyon kinesztetikus és nagyon hálás, ez valóban igaz. Most ugye ez a novella, hogy picit összefoglaljam, egy diákról, egy szegény diákról szól, aki kibérel egy lakást, egy ilyen egyszerű, nagyon tehát szegényes lakást, amiben a központi elem egy kályha,
az adja a melegséget benne, és az számít majd neki sokat. És közben van ugye egy szerelmi szál is, amitről csak hallunk, hogy majd reménykedik, meg lesz ebből valami, és azután hát egyfajta csalódás érheti, és a végén hát tragédiába torkollik a dolog. Igen. Hogy szeretted volna ezt bemutatni, tehát hülyen? Mondtad, hogy saját magadon átszűrve, de mégis követve a Csát novellát, vagy valami más jelentést is szerettél volna? Nem, követve. Követve itt arról van szó, hogy ez a kályha szinte egy olyan dimenziót nyer, hogy a szegény diáknak a barátja lesz. Szóval egy olyan minőséget kap, hogy mintha élne, még egy személy volna ott. Szóval egy kicsit stilizált a dolog, amit a képből is lehet, remélem, valamennyire kivenni, de a vége valóban egy tragédia, ahol hajlamos vagyok azt gondolni, hogy a tárgyaknak is, és a gépeknek is van lelkük. És hogyha ezt az energiát ők megérzik, akkor szerintem vissza is adják, mint hogyha egy gépkocsit is gondozunk és szeretünk, akkor ő is vigyáz ránk. Hát egy kályhát is, hogyha valahogy sajátnak érezzük, akkor az Isten a melegét valahogy vissza tudja sugározni. Itt pedig egy empátiáról van szó, ahol szinte valami bizarr és szomorú módon a kályha segített a szegény diáknak egy furcsa módon megoldani ezt a problémát. Na, hát ez most egy más téma, de a tragédiába torkolt át, és remélem ezt érteni is, hogy miről van szó. Aki még nem látta, az most megnézheti ezt a filmet, ami a Csát novella alapján készült. A film címe Winter, és most következik. Azután folytatjuk. Is van, kérem szépen. Thank you.
Nagyon szép. Nem szeret a lány. Nem engem szeret. Szegény diákot. Nem szeret a lány. Thank you.
A Winter című kisfilmet látták, Antal Szilárd készítette, a rendezővel beszélgetünk továbbra is. Most ebben a filmben az Antal család több tagját is látjuk. Kik ők, és egyáltalán kik a szereplők? Hát ez a film ilyen, úgy sikerült, ilyen családi vállalkozás, szóval két öcsémmel valósítottam ezt meg. Hát a legfiatalabbik vállalta a főszerepet, de hát szerénytelenül mi is megjelentünk, ugye mi ketten. És valójában hát az egész produkcióban valójában együtt vettünk részt. És ez körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, meg az előtt években elég gyakori volt az együttműködésünk, mint a zene terén, ugyanúgy ugye a vizuális művészetekben is. Hát azóta mindenki saját útját járja, hát abban a reményben, hogy majd megint ezek az utak valami jövőbeli projektumokon megint egybe fonódnak. De amikor fiatalabbak voltatok azért mindannyian, akkor könnyebb volt összehozni, gondolom, a dolgot, így meg most azért nem olyan könnyű. De azért lesz majd közös munka? Persze, persze. Jó. Azt is észrevettem, hogy kevés a szöveg, vagy a beszéd, párbeszéd meg pláne a filmben. A novellában sincs sok szöveg, tehát így beszéd, de a film még egy kicsit redukál. Az volt a cél, hogy a képekkel meséld el? Már maga ez a beszélgetés is szinte abban a szellemben van, hogy a szó mindig kicsit fölösleges, és hát azért van a vizuális művészet, hogy valami más módon is a szavakon kívül, ugye? És elemezni persze lehet, de magyarázni egy filmet úgy érzem, hogy mindig kicsit fölösleges. Szóval, hogyha ha magában a film nem mond, akkor elég szomorú volna, hogyha az alkotónak kell azt megmagyarázni. De a szavak főleg a filmben egy ilyen félrevezető erejük van, és hát tudnillik ott, ahol a szavak uralják a vizuális művészetet, ott
spanyol, brazil, mexikói sorozatokról van szó. Ugye, ahol nincs akció, nincs filmnyelv, csak a beszéd, csak az, hogy mi történt, mi fog történni, és mind csak szavakkal. Szóval szerintem úgy tűnik, hogy az igazi film az valójában a cselekmény és, és az állapotoknak az összhangja. A szavak csak segíthetnek ebben az egészben, és meglátásom szerint nem szabad, hogy az előtérben is, hogy ezen alapuljon. Ez is műfaj kérdése, de most ebben az esetben szerintem ez így van. Most a filmben ugye, tehát mondhatnám azt, hogy nagy hosszú csendek vannak, meg ilyen hosszú snittek, de közben nem, nincs csend, hanem mindig van valami hang, vagy szél fúj, vagy pattog a tűz, az sokszor pattog, mert hát ez egy központi eleme, ugye a kályha a történetnek. Ezeket tudatosan csináltad így, és akkor mit szerettél volna ezzel? Persze, hát most a mai szenzibilitásban, a mai világban ugye minden több ingerre szomjas a néző, ugye néha kicsit lassúbbnak tűnik, de valójában minden emóciónak szerintem szüksége van a saját idejére, mint ahogy a gyerek is 9 hónapig nő édesanyja hasába, mint ahogy az alma is megvan pontosan, hogy mennyi. Hát úgy egy, ha az alma előbb érik be, nem lesz édes, hogyha később érik be, akkor megkukacosodik. Szóval az érzelemnek is szerintem megvan a saját ritmusa is, hogy mennyi idő kell, hogy az megérjen, ugye, és hogy úgy érezze meg a néző, ahogy arra szükség. Szóval ez a rendezőnek a feladata, és valójában nagy felelősség is. Úgyhogy itt nincs, remélem, hogy nincs emotív slajfolás, ugye, nincs üres járat, és a hang ebben természetesen nagyon sokat segít. Szóval a hang egy egyenrangú alkotó eleme a filmnek. Persze minden hang utólag készül, a hang az gondolva van, a hang is rendezve van valójában. Szóval főleg, ha filmre dolgozik az ember, akkor az autentikus hangok, azokat mi nem tudjuk fölvenni ugyanarra a filmszalag. Ugye az külön készül a hangnak a fölvétele, és ebben az esetben a hang az utána készül, szóval már a meglevő képre. Most a helyszínekről is beszéljünk egy kicsit, hol játszódik ez helyileg, mert ugye látunk ilyen egy nagy téglai épületet, kicsit ilyen szürkés, nem romos, de igen, egy kicsit kopottas, van egy lépcsőház és a szoba, ezek a helyszínek, ezeket hogy választottad ki, vagy hogy találtál rájuk? Ez egy ilyen hálás megoldás, mert ez lehetett volna Prágában, Salzburgban, Budán, de van nekünk is egy kis Budánk, ugye, az Pétervárad, és az a Pétervárad egy olyan gyöngyszem, egy olyan barokk gyöngyszem, mely, hát most mondjam úgy, hogy csak a vezetőség, meg hát a népnek az indolenciája őrizte meg, szóval olyan állapotban, amiben van. Szóval a hanyagságnak köszönhetően nem ment jobban tönkre. Úgyhogy csak valójában az idő vasfoga tett rajta kárt, úgyhogy itt nem volt nehéz olyan helyszínt találni, ami megfelelne. Persze a maga szobát az ki lett alakítva, az meg lett csinálva, szóval itt tanulmányozni kellett, hogy milyen szín, hogy illik, melyik szín illik legjobban a bőrhöz, stb., milyen bútorzat. Szóval ez a fajta autentikusság, mely az időből ered, ez számomra nagyon fontos, mert nagyon sok baklövéseknek vagyunk a tanúi, szóval, hogy Shakespeare Adidas feliratú zokniban jelenik meg szintetikus anyagok használata kosztümözött filmekben, és ez mindig annyira fals, annyira szomorú, szóval, és ez nem is mindig pénzkérdése, csak egy kicsit oda kell figyelni a dolgokra. Úgyhogy itt az egyetlen egy hiba, amit úgy látványosan mondjuk rá elszúrtam, de ez valóban
Valóban az a spicces gallér. Nem találtam gömbölyű gallért. Ó, de... pedig nekem korhűnek tűnt, vagy hogy mondjam, olyannak tűnt, amilyen... Köszönöm, hát erre törekedtünk, de ez szóval minden tárgy, minden ami megjelent, az éppen úgy lett tervezve, meg oda teremtve, hogy korhű legyen. Na most a kályha ugye központi szerepet játszik. Hogyan próbáltad, látjuk a filmet, de azért légy szíves, mesélj róla, kiemelni ezt a szerepét, a melegségét, hogy ez lényegében egy barátja a diáknak? Hát remélem filmnyelv segítségével. Hát most... Gondolok ilyesmire, hogy a többi dolog szürkébb, sötétebb, igen. És ő meg központi helyen van, fényben, nem tudom. Egy nagyon egyszerű megoldással, mely az operatőrnek a javaslatára született, úgy vált élővé az a vas szerkezet, hogy egy egyszerű sárga lámpát helyeztünk mögé. És az a sárga lámpa egy ilyen aurát képzett a kályha körül, és valójában ez kicsit úgy kiemelte, kihangsúlyozta az egész szürkeségben pont azt a kis vas szerkentyűt. Bár ami a tűz lángjának a játékát jelenti, az mind mesterségesen van persze csinálva, mert magában a tűz nem ad olyan spektakuláris, látványos lángot, a kamera szeme nem úgy látja azt. Szóval azt külön kellett csinálni, de magában az, hogy a láng él, és hogy rávetítődik magára a színészre, az is szerintem azt sugallja, hogy onnan jön valami. Igen. Nem csak melegség, hanem egy energia. Most lehet, hogy én nem vagyok annyira benfentes, de nekem élethűnek tűnt a dolog. Tehát éreztem, hogy központi szerepe van, ki van emelve, de hogy nem tűnt műnek, vagy szóval egyáltalán hitelesnek tűnt. Ezt nagyon jó hallani. Na, jól van. Érdekelne, ez egy ilyen kis benfentes titok szintén, hogy a főszereplő, ugye a testvéred a László, ő ugye nem színész. Nem. Mégis akkor hogy készült erre a szerepre, vagy sokat beszélgettetek? Hát ő neki van egy olyan jelenete is többek között, hogy sír. Tehát, hogy ezt hogy csinálta? Nem ritka eset, hogy nem hivatásos színészek is játszanak. Hát most ez kisebb-nagyobb sikerrel. Természetesen egy szerepet valakire, aki nem hivatás színész, nagyon óvatosan és mértékkel kell ráruházni. Hát jobb egy kis dolgot nagyszerűen megoldani, mint nagy dolgot félszerűen, vagy sehogy. Hát itt mivel rövid a dolog, és konkrét is minden, akkor itt avval lehet foglalkozni, az mind kontroll alá lehet tenni. Szóval hosszú beszélgetések és próbák, stb. A hangulat megteremtése eredményezte. Szerintem egyáltalán nem volt probléma. Itt nagyon nagy szerepet játszik az is, hogyha a dokumentumfilmből való tapasztalat alapján is, szóval nagyon gyakran történik az, hogy olyanok, akik soha nem álltak kamera előtt, olyan hangulatba kell őket hozni, hogy elfelejtsék a kamerát, vagy legalábbis ne fájjon nekik a jelenléte, mert hát mindannyian kicsit másképp viselkedünk a kamerák előtt. Szóval hát ez is szerintem ilyen szakmai dolog. Hát. Most te ugye rendező vagy, de nem csak rendező vagy, hanem sok mindennel foglalkozol, tanítasz többek között. Erről mesélnél, hol tanítasz, mit tanítasz? A Művészeti Akadémián, a Drámai Tanszéken tanítok tévé- és filmrendezést, továbbá rendezést az audiovizuális médiákban. Hát ezt már majdnem másfél évtizede, és jól érzem magam is, nagyon, nagyon szeretem
a tanári missziómat. Hát itt annak az a szebbik oldala, hogy az akadémiára nem sok hallgató ugye jár, és valójában mindenki, aki beiratkozik oda és leteszi a fölvételi vizsgát, az összpontosítva van arra, amit szeret. Szóval ez mondjam, van ebben egyfajta akadémizmus is, de valójában ilyen műhely formája a dolog. Úgyhogy valójában nem ritka a dolog, hogy egymástól is tanulunk, és mindig konstruktív az az együttműködés. És vannak-e tehetségek? Tehát most te látod, ugye már is hosszú évek óta azért tanítasz, hogy van-e esetleg egy új generáció, vagy nem tudom, tehát milyen tehetségek vannak? Van, minden generációban. Persze ez a tehetség az élet folyamán majd mutatkozik, vagy nem mutatkozik, szóval nagyon sok minden. Egy olyan világban és egy olyan környezetben élünk, ahol a művészet nincs fölismerve úgy, és nincs úgy kezelve, nincs méltóképpen kezelve. De félretéve ezt a szomorú helyzetdiagnózist, félretéve a problémákat, nekünk úgy kell viselkednünk, úgy kell tanulnunk, és úgy kell tudnunk, ahogy kell, ahogy a fejlett világ csinálja, szóval nem léphetünk visszafelé. Ha annyit elérünk, hogy alázattal és teljes odaadással tudnak a fiatal hallgatók hozzáállni az egész szakmához, az már hatalmas siker. Szóval egy egyszerű példán, hogy megtanulják, mit jelent fölvenni egyetlen egy másodpercet a mozgóképből, mit jelent egy fényképet készíteni. 11,5 ezer év emberi civilizáció alatt az a privilégium, hogy mi megörökítsünk egy képet, az a mi privilégiumunk most. Szóval az elmúlt 1,5 évszázadban. És van egy olyan például a Times újságírója, mely 10 ezüstlappal megy, a másik kontinensre utazik egy hónapot hajóval, hogy fölvegye a világkiállítás legjelentősebb részleteit is, hogy az ő fényképeiről tud az Európa régi kontinens a világkiállításról, 10 ezüstlapot vitt magával akkor, amikor a fényképezőgép akkora volt, mint egy frizsider ma. 10 fényképpel ő a világ legnagyobb eseményét próbálta megörökíteni. Na most próbáljuk elképzelni azt, hogy elmenjünk nyaralásra, és 10 fénykép áll rendelkezésünkre. Hát azt a 10 fényképet nagyon is átgondolnánk, és biztos, hogy ebből a 10-ből 5 remek mű volna. Szóval a kvantitás és a kényelem nem jelent prosperitást mindig a művész. Ez egy furcsa paradoxon, de ez így van. Szóval minden képkockát, minden fényképet úgy kell kezelni, szerintem, mint egy hatalmas privilégiumot. Szóval, hogyha ez a hozzálátás, ez a megérzés benne van az alkotóban, akkor csak is a siker felé tud haladni. Most ennyi elfoglaltság mellett még egy elfoglaltságot vállaltál ugye a következő években. A Magyar Nemzeti Tanács tagja vagy, és nem csak a tagja, hanem a Végrehajtó Bizottságnak is a tagja. Tehát hogy tudod összeegyeztetni a kettőt? Hát szerintem könnyen, mert hát itt azokról a problémákról beszélünk, melyek aktuálisak. Szóval persze nem szól bele senki másnak a dolgába úgy, hogy ahhoz nem ért. Mindenki saját területén próbál véleményezni dolgokat. Mivel nagyon sok probléma van, melyek körül vagyunk véve, akkor hát megpróbálunk itt olyan megoldásokat találni, amely talán azáltal, hogy valamilyen tapasztalattal rendelkezünk, vagy legalábbis benne vagyunk a problémában, vagy mi is érintettek vagyunk, talán jobban tudjuk megközelíteni az aktuális problémákat. Úgyhogy
minden rendben van. Nem csak erre gondolok, hanem hogy az ementés tevékenységet és a filmes tevékenységet össze tudod-e egyeztetni? Lesznek-e újabb filmjeid? Lesznek. Lesznek, és még csak most kezdődik. Mind dolgozol? Valamit el tudsz-e már árulni? De már elég hosszú ideje dolgozunk egy dokumentumfilm sorozaton, a Péter Váradi várról, mely egy igen komoly produkció keretein belül készül, szóval ezt a Discovery-nak készítjük, Dragan Stojmenovics kollégámmal együtt, és az egész Művészeti Akadémia, továbbá a Vajdasági Tudományos Akadémia, a Vajdasági Múzeum, a Városi Múzeum, stb. Ez mind bele van avatva az egészbe. Szóval ez egy komoly, úgymond kutatásnak az eredménye is, és szerintem még a vár nem volt így tretírozva, nem foglalkoztak vele, így vannak parciális ilyen tevékenységek, összeállítások, kisfilmek, stb., de még egy ilyen komoly szerintem még, hát, tudom, nem készült. Úgyhogy most ezen munkálkodunk, a film le van forgatva, hát most még ilyen ilyen munkálatok vannak, ilyen posztprodukciós aktivitások, és a 2015-ös év remélem első felében sor kerül a bemutatóra is. Sok sikert kívánok, meg további jó munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Antal Szilárd rendező volt a vendégünk, a Perccel és a Winter című műveit láttuk. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.